Sziasztok, Borkolyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban meg fogom mutatni a 2022-es legrosszabb olvasmányaimat. A legrosszabb olvasmányos videóim sorra a legnézettebb videóim is egyben, majdnem minden évben. Nem tudom miért, de rendszerint többen nézik meg, mint a legjobb könyves videóimat. Ugye szeretnék nektek egy igazán jó tartalmat gyártani ma, de az a helyzet egy kicsit hiányos lesz. Tehát, hogy, és ez nem rossz, de idén alig volt rossz könyv, amit olvastam. Tehát annyira meg voltam elégedve a legtöbb olvasmányom, hogy elég nehéz volt kiválogatni könyveket, amik nem tetszettek idén. Úgyhogy 10 kapásból már nem is fog összeni, hanem csak olyan 5 nagyjából. Ebben van 2 darab, ami ilyen egy csillagos, illetve másfél csillagos, ami tényleg rossz volt. És van a többi, ami meg ilyen 3 csillagos, tehát ilyen közepes élmény volt, és nem is az, hogy rossz olvasmányok voltak, hanem egyszerűen csak csalódtam bennük, mert jobbat vártam. Úgyhogy most nem fogok olyan szinten dühöngeni, mint az összes többi eddigi ilyen videómba, ne haragudjatok. Én mindig most is elmondanám azt, hogy attól, hogy ezek a könyvek nem tetszettek, másnak lehet a kedvence, és ezeket nem lehúzni szeretném, vagy nem fikázni szeretném, hogy ez a könyv ez rossz, és senki ne olvassa el, és akinek ez tetszett, az nem tudom, rosszul olvas. Egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy nekem nem tetszettek, és nem akarok ezzel senkit megbántani, szóval ne haragudjatok. És hogy nézzük is fel, és írtam ide azt az 5 könyvet, amiről ma fogunk beszélni. Hát az első az kapásból már nincs is meg nekem, mert ezt kikölcsönöztem a könyvtárból. Méghozzá azt hiszem, hogy a romantikus readathonhoz, ha jól emlékszek, nem vagyok benne biztos, de ez a Vámpír csókok volt. Már a szerző nevére sem emlékszek, erre egy csillagot adtam, és szerintem azt nagyon érdemli meg. Az a helyzet, hogy nem is emlékszek már úgy a cselekményre, valami olyasmi volt, hogy volt egy gótlány, vagy valami ilyesmi, és nagyon szerette a vámpírokat, aztán volt a suliában egy új fiú, aki olyan vámpíros volt, és akkor most vámpír, vagy nem vámpír, valami ilyesmiről szól, de őszintén semmi nem maradt meg belőle. Semmi. Tehát, hogy ez a könyv olyan szinten volt nekem unalmas, ezt nem tudom elmondani, meg kicsit amúgy buta is, tehát, hogy én nem mondom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz könyv volt, mert szerintem, hogyha nem tudom, ilyen 11-12 évesen olvastam volna, még az is volt, hogy kedvencem lett volna. De nem tudom, én szerintem ezeket a könyveket már nagyon nem szeretem. Ez egyébként elképesztően vékony kötet, tehát nem tudom, ilyen 100 pár oldal. Szóval nem. Tehát ez nem volt nekem való. Unalmas volt, kicsit a fő karakter lány idegesített is. Már a vége felé most figyeltem rá, úgyhogy egy csillag. Szeretném jól megindokolni, hogy miért nem szerettem őket, de azért, mert nem is emlékszek rájuk. Tehát ilyen szinten volt vonalos, mindegy. A másik kötet az éppenséggel megvan, ez egy másfél csillagos olvasmány volt, de szerintem egyébként inkább egy csillagot érdemelne, ha most belegondolok, és ez nem más, mint Amanda Robsontól az Irigy. Annyira büszke voltam magamra, hogy ezt a követ meg tudtam venni 700 forintért. Most meg nem lepődök mellett, hogy annyiba került. Szóval az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon szeretem az Államgyár kiadónál az ilyen krimi könyveket, tehát a thriller könyveket, sokat olvastam már tőlük ilyesmit, és az összes tetszett. Tehát van kedvenc krimi szerzőm is, tehát thriller szerzőm, akinek a könyvét ők adják ki, és nagyon jók. És ezért bátorkodtam megvenni őt is, mert ugye az ilyen stílusú könyveket szeretem, de atya ég! Szintisztán emlékszem, hogy olyan tavasz eleje körül volt, amikor ezt a könyvet olvastam, és alig bírtam. De komolyan. Tehát alig bírtam elolvasni. Befejeztem a könyvet, emlékszek rá, de mi lett a vége, azt nektek én nem tudom megmondani. Hogy olyasmiről szól a könyv, hogy van egy ilyen tökéletesnek tűnő házas pár, ilyen tökéletes gyerekekkel, mint majdnem minden thrillerben egyébként, és van egy másik nő, aki nem eszel akik tőlük, akinek elég rossz az élete, meg ilyen elégedetlen magával, és ő hát megállásodikul őket figyeli, ilyen lányavonaton stílusban, hogy nézegeti őket az ablakból. Aztán itt lesz valami, amivel így belekeredik ilyen gyerekrablásba, ami hozzájuk kötődik, vagy valami ilyesmi. Nem emlékszek már, de úristen. Az egyetlen jó pont a könyvben az volt, hogy nagyon-nagyon rövidek a fejezetek, tehát ilyen egy-két oldalasak, ami egyben a legrosszabb pont is volt. Tehát csak azért haladtam vele, szerintem olyan gyorsan, meg azért tudtam befejezni, mert ilyen rövidek a fejezetek, és úgy éreztem, hogy haladok vele, de egyébként olyan volt, mint egy nagyon rosszul megírt fanfiction. Tehát, hogy amikor én írtam 11 évesen Wattpadra, és írtam egy bekezdés, és királynak gondoltam magam, ez kb. Olyan egy fejezettel. Tehát, hogy konkrétan egy oldal egy fejezet, vagy egy fél oldal egy fejezet, és ugyanazt mondja minden karakternek a szemszögéből,
nem haladunk sehova, mindenki ugyanezt csinálja, olyan, mintha nem is lenne személyiségük, itt van, tessék, egy-egy oldal, egy fejezet. Nem, ha nem is lenne személyiségük, csak lenne egy feladatuk, hogy én vagyok a rossz, ennyi egy fejezet. Hogy én vagyok a rossz, én vagyok az őrült, én vagyok a tökéletes feleség, vagy nem tudom, és ugyan szajkózzák megállás nélkül a könyvben, és annyira, de annyira, de annyira idegesítő az összes karakter, az, hogy szavakkal nem tudom leírni. Visszavom azt a másfél csillagot, egy csillagot kap tőlem. Lehet 0,5-öt kapni? Molyon. Ha lehet, akkor annyit kap tőlem, nem tudom. Nagyon rossz volt. Ne beszéljünk róla. És ennyi volt a rossz olvasmány idén. Tehát ez a két könyv volt az, ami engem konkrétan felidegesített, hogy mennyire rossz volt. És ez a kettő kapott csak tőlem rossz csillagot, az összes többi ilyen három csillagos lesz. Úgyhogy ne haragudjatok, de a többi csak ilyen szimplán csalódás lesz, nem lesz annyira rossz. Az első, az nem más, mint a Firelight. És ha ebbe belegondolok, talán őt is inkább még a rosszba mondanám. Nem tudom szerintem a szerzőnek a nevét, ezt kikölcsönöztem a könyvtárból még éveleje körül. Én emlékszem, hogy ezt talán még régen elkezdtem olvasni, ilyen tizenpár évesen, és nem fejeztem be, és most már talán értem, hogy miért, de egyébként nem emlékeztem semmire az egész könyvből. Valami olyasmit történt, hogy a lány az egyben egy sárkány is, és hogy ez egy titok. Viszont van egy fiú, aki őrülten szerelmes belé, vagy valami ilyesmi, és ki fog derülni. De ez egész olyan furcsa volt, tehát már a könyv elején úgy kezdjük, hogy már a csaj bele van zúgva a fiúba, és nem is volt megint, hogy miért, vagy hogy milyen a kapcsolatuk, vagy mi van, de ilyenek voltak benne, hogy a fiú követte haza a lányt, és nézte a házban. Tessék! Tehát nem tudom, ki hogy van vele, de szerintem ez nem romantikus, ez baromi ijesztő. És ez egy egészen az elején volt a könyvnek, és itt már kicsit amúgy elgondolkozom, hogy le is rakom. Mert alapból ez is kicsit olyan, mint egy fanfiction, de ez minden aspektusában, tehát nem csak a megírás stílusa volt olyan, de a kapcsolatok, a karakterek, az egész téma, és egy pár írtatok, hogy remélitek, hogy tetszeni fog ez nekem, és nagyon bocsánat, hogy nem tetszett. Én ezt szintén úgy vagyok, hogy lehet, hogy egyébként tetszett volna nekem, főleg, hogy voltam és vagyok is egyébként ilyen sárkánymániás, de egyszerűen nem. Nem tetszett, három csavot adtam rá, nem tudom egyébként, hogy mire, de három csavot adtam rá, úgyhogy mindegy. A következő, mert szintén három csavot adtam, és nagyon meglepett, hogy csak ennyit, az Kingtől volt a Cell, ami magyarul mobil néven jelent meg. Erről van egy olvasó blogban csatornán, szintén évelején olvastam, be fogom linkelni a leírásba. Nagyon szeretem Kinget, komolyan az egyik kedvenc szerzőm, egy egész polcom van neki, tele az ő könyvével, olyan szinte, hogy így vannak egymás mellett, és még így vannak egymáson is. Imádom Kinget, tényleg nagyon, de ez a könyve volt szerintem az első, ami nem tetszett. Amúgy szintén ez az első könyv volt, amit angolul olvastam, lehet, hogy ez is egy kicsit közrejátszott, de nekem ez egy kicsit unalmas volt, és emiatt nem nagyon szerettem. Nem mondom azt, hogy rossz könyv volt, mert ha valaki szereti a zombis könyveket, vagy az ilyen apokaliptikus könyveket, akkor szerintem tetszeni fog neki. Én szeretem valamennyire, kevéséget olvastam egyébként, de szeretem a témát, de ez valahogy nem kapott el, kicsit unalmas volt. Ami érdekes, mert sokan azt mondtátok, hogy nektek ez a kedvencetek, mások vagyunk. Egyszerűen csak annyira nem tetszett, sajnálom nagyon, és ez volt az a könyv, amit abba hagytam a King vlogolást egy ideig. Azóta nem volt Kinges vlog videó szerintem a csatornán, úgyhogy már itt az ideje egy újnak. Főleg, hogy tele vagyok olvasatlan King könyvekkel, úgyhogy tényleg lenne az ideje, de ő miatt egy kicsit megálltam, mert hát a három csillag az nem olyan rossz, valljuk be. Ez egy ilyen semleges olvasás, de azért ilyen még nekem soha nem volt Kingtől. Tehát az összes könyv nálam ilyen 4-4,5-5, leginkább 5 csillagos volt. Kicsit megijesztett ez. És az utolsó könyv, ami szintén 3 csillag, vagy 3,5, mert nem is emlékszek, ami nem volt egy rossz olvasmány, hanem inkább az a probléma, hogy tényleg csalódtam, azt mondtam, hogy sokkal jobban fog tetszeni, már amikor olvastam is azt mondtam, hogy sokkal jobban fog tetszeni, ez nem más, mint Fonda Lee-től a Jádváros. Őt úgy olvastam, mint Bolkarinszki Klub szeptemberi közös könyvet, tehát van róla egy érdekes a csatornámban, amit be fogok linkelni. Nem mondom azt, hogy ez egy rossz könyv volt, és ezt már ott is kihangsúlyoztam, egyszerűen csak nagyon nem nekem való. Én ettől a könyvtől vártam valamit, és az elején nagyon úgy tűnt, hogy olyan lesz, aztán a végére már annyira lassú volt, meg annyira elhúzta itt a szálakat, hogy már nem tudott érdekelni, és nem tudott lekötni, és ezért mondom azt, hogy ez inkább az én hibámból volt rossz olvasási élmény, mert nekem nem tetszett, itt konkrétan nem volt nekem való a könyv. Ez egyértelmű. Tehát itt nincs olyan, hogy nem tudom, rossz volt a stílus, rossz volt az írás, nem tudom, rossz voltak a karakterek, egyszerűen csak nem tetszett, mert nem érdekelt engem. Ettől függetlenül szerintem ez egy jó könyv, és látom, hogy miért tetszett annyi embernek, és még mindig azt mondom, hogy ajánlom annak, aki szeretne fantazit, hogyha olyasmit szerettek, mint én, akkor nem feltétlenül, de amúgy nem rossz. Nem volt rossz. Ezek lettek volna az én legrosszabb olvasási élményeim az évben, mint már mondtam, elég kevés volt, ami tényleg rossz volt. De tényleg rossz volt, az nagyon. Tehát az legalább oda tette magát.
Nem tudom, én nagyon örülök neki, hogy csak ennyi volt, és csak ilyen. Lehet, hogy nektek ez a blast szempontból nem olyan jó, hogy nem nőttetek ebben a videóban, miről beszélni. Bocsánat, nem tudom, hogy a 2023-as év milyen lesz, de kapásban van itt már nem egy olyan könyv, egy pár olyan könyv, amiben nem vagyok biztos, hogy nekem tetszeni fog, de azért megvettem, meg, megkaptam, mert miért ne, és mert érdekel. Meglátjuk, hogy a 2023-as évben egy 20 perces videó fog beszélni arról, milyen rosszakat olvastam, remélem egyébként, hogy nem. De hát idén ennyi volt a rossz olvasmányom. Amiket ezek közül olvastatok, írjátok le nektek, hogy tetszett, vagy csak írjátok le azt, hogy nektek mik voltak a legrosszabb könyveitek idén, és hát köszönöm szépen ezt a videót, megnéztétek, találkozunk a következőben. Sziasztok!